Hello, everybody. Sziasztok! My name is Saulius. Saulusnak hívnak, bocsánat. Ahogy már hallottátok, Litvániából jöttem. Who knows where is Lithuania? Ki tudja, hol van Litvánia? Oh, not everybody. Nem mindenki azért. Okay, I can tell you. Majd elmondhatom. It's right in the middle of God's loving heart. Isten szerető szívének a kellős közepén található. Yeah, I think it's the best way to think about that country where you are. És szerintem ez a legjobb módja, hogy gondolkodhatsz arról az országról, ahol éppen vagy. Because then you know that your ministry is very important there. Mert akkor tudod, hogy a szolgálatod ott nagyon fontos. And God's calling is very important to my life. És Isten elhívása nagyon fontos az életünkben. And if you are not from Lithuania, és hogyha nem litván vagy, so sorry. Hát nagyon sajnállak. No, I'm joking. Na jó, csak viccelek. Hungary is also in the middle of God's loving heart. Mert hogy Magyarország is Isten szerető szívének a kellős közepén van. Every other country where you are ministering. Meg minden más ország, ahol szolgáltok. That's why you are there. Ezért vagy ott. Yeah? Igaz? Amen. Amen. Okay, I want to share you maybe one verse. És egy verset szeretnék megosztani veletek. It's in Psalms 141. 141. 31. Zsoltár. I never preach in English, so be patient with me. Nem nagyon szoktam angolul prédikálni, úgyhogy kérlek, legyetek türelmesek velem. It's verse 6. When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words, for they are sweet. 141. Zsoltár, hadd bocsánat, amikor a bíráikat köves helyekre szórják, akkor majd meghallják az én szavaimat, mert azok édesek. Yeah, we... I'm sorry, I just need a Bible. Okay. Oh, we have a lot of here. Elnézést. Okay. So our judges. Tehát a bíráink. Our judges. Who heard? Somebody heard about any judges in your life? Hallott bárki bírákról az életében? Did you saw anyone? Láttatok már bárkit, yeah, aki bíra? I think bíró. about judges like in my worldly friends. Ugye a világi barátaim között. They have different thoughts about me. Világi barátaimnak különböző gondolataik vannak rólam. In my job. A munkahelyemen. Maybe even in my Christian friends also. És lehet, hogy a keresztény barátaimnak is. Everybody have old nature. Mindenkinek van régi bűnös természete, igaz? And maybe I hear some different thoughts from them and I need to decide what to think about that. És lehet, hogy hallok tőlük különböző gondolatokat, és el kell döntsem, hogy and mit gondoljak róluk. And part two, és a második felében azt mondja itt, they shall hear my words, for they are sweet. Akkor majd hallgatják beszédeimet, mert gyönyörűségesek. I have a new heart. Van egy új szívem. Not just old one. Nem csak a régi. Yeah, and Ezekiel 36:26. Ezekiel 36:26-ban. Says that God gave me new one. Az new el, heart. Hogy Isten egy új szívet adott. Like flesh, heart of flesh. Húsz szívet. That heart who can feel. Olyan szívet, ami érez. What God loves. Érzi azt, amit Isten szeret. Who can think in another way. Aki tud egy más módon gondolkodni. And who can have another orientation. És akinek lehet egy másik orientációja. When somebody is judging me, amikor valaki megítél engem, I'm living a new one, a new heart. Akkor én az új szívben élhetek. And when somebody says, why you are not drinking during your celebration, like New Year and happy birthday. És amikor valaki megkérdezi, hogy miért nem iszol velünk, amikor ünneplünk, mint új évkor, vagy valami because if you will drink, születésnapon, hát azért, you will be more happier. Mert tudod, ha innál, akkor boldogabb lennél. And
I say no. I, én meg azt mondom, nem. I'm so glad now. Én annyira boldog vagyok már most is. I can laugh without any drink, you know. Tudok szeretni mindenféle italnél, vagy nevetni mindenféle italnélkül is. And they listening me. És hallgatnak engem. And they see that my heart is like different one. És látják, hogy más a szívem. They see that I have real rejoice. Hogy tényleg valódi örömöm van. That those things which they are doing. És azok a dolgok, amiket ők tesznek. Doesn't produce such joy as I have. Nem eredményeznek olyan örömöt, mint ami nekem van. And sometimes I have another judge who are inside of me. Aztán néha van egy másik bírám, aki bennem van. It's like old sin nature. Régi bűnös természet. Do you have one? Meg van nektek is. Who doesn't have? Kinek nincsen? Kezeket fel. Okay, everybody have. Everybody have. And mindenkinek my old sin nature also says. És a régi bűnös természetem gyakran mondja. Every Sunday says, why you are going to the church? Minden vasárnap megkérdi, miért mész a gyülekezetbe? What about your comfort zone? Mi van a komfortzónáddal? Yeah, you should have one. Kellene, hogy legyen. And they say no. És azt mondják, nem. Because my beloved. Mert az én szerelmesem. My beloved is in my heart. Az én szívemben van. And I am so rejoicing of that. És örvendezek ebben. It's my new life. Az új életem ez. Wow, that life who is wow. Az új élet, ami yeah. Szeret. Do you have wow? Yeah. Valaminek ereje van. Wow. Word, wow. Ja, vagy hű, tű. Bocsánat. Hű, tű. Bence, egy kicsit följebb húznád bennem. And I don't care about those judges. Mert nem foglalkozunk ezekkel a bírókkal. When I have a Holy Spirit inside of me, amikor a Szent Szellem bennem van, I have a new life. Akkor van egy új életem. I have desire for new words in my lips. És van egy vágyam arra, hogy új szavak legyenek az ajkaimon. I have desire for Bible. Van vágyam arra, hogy olvasom a Bibliát. And after that, my thoughts is different. És azután mások lesznek a gondolataim. And my love, who is in new heart. És a szeretetem, ami az új szívemből fakad. It shines with another words. Ez máshogyan ragyog. And such is every Christian. És ilyen minden keresztény. And such is you too. Te is ilyen vagy. Can you say me too? Tudod azt mondani, hogy én is? Yeah, I don't know in your language how it's in your language. Nem tudom, hogy hangzik én is. Én is. Say én is. Yeah, and mondjátok, you too. Én is, okay? Mert te is. And you te too. Is. Te is. Te is. Te is. Yeah. Oh, it's worse and worse for me. Egyre rosszabb a helyzet. Yeah, sometimes I will teach you in Lithuanian those new words, okay? Majd néha, valamikor megtanítom nektek litvánul ezeket a szavakat. We are rejoicing that we have another kind of heart inside of us, yes? De örvendezünk, hogy egy másfajta szív van don't bennünk, igaz? Don't care about those judges. És nem törődünk ezekkel a bírákkal. They are hiding under the stones. Azt mondja, hogy letaszítják őket a szikláról. Because their heart is stony heart. Mert hogy kőszívük van. Wow. Okay, God bless you. Isten áldjon benneteket. Gratulálok, hogy itt vagytok, és nem a for being here, nem a VB-t nézitek. And not watching the World Cup. Majd amikor izgalmas, akkor kivetítjük. Nem csak ez. But it's gonna be an exciting point, and okay. We are going to. Nem, sajnos nem. Have it up there on the screen, but no, unfortunately not. Horvátoknak? How many of us are supporting okay, the Croatians? A how many the French? Okay, egyetértek. All right. Most ez alkalommal. This okay, time. Pedig több francia barátom van. Do I have several French friends? Nézzük, annyira jó volt a dicsőítés az elején, nem the csak azt kívántam, bárcsak tovább so mennénk good. Vele annyira. I wished we would continue ja, tényleg, halleluja. Really, halleluja. Hogy a színemből látszik, a tegnap nagyszerű volt a Balatonparton. You can see it on my complexion. It was an amazing time yesterday at Lake Balaton. Tényleg sajnálom, hogy nem tudtatok mind ott lenni. I'm really sorry that you couldn't be there all. Volt néhány érdekes dolog. Okay, there were some interesting things. Az egyik ugye, hogy én így alszom. One is that this is the way I sleep. Úgyhogy most már tudom, hogy a... So now I know. Kell naptejet tenni a hónajadra is. You need to put suntan lotion on, like in your armpit also. Okay. A másik dolog, hogy the vannak a gyülekezetben ilyen
There are keresztelő János szellemű emberek. People with the spirit of John the Baptist here in the church. Igen, annyira be akartak valakit meríteni. They just wanted to baptize somebody so much. És amikor kiderült, hogy mindenki be volt merítve már, akkor olyan csalódottak voltak. And they were so disappointed when it turned out that everybody was already baptized. Hogy elkezdtek egy új tant kialakítani, hogy 15 évente lejár a bemerítés. Started to come up with a new doctrine that every 15 years you have to renew your baptism. Okay, de nem vezettük be, okay, úgyhogy. We won't introduce it, so ne izguljatok. Don't worry about it. Nem engedtünk nekik egy pillanatra sem. We wouldn't give them place even for a moment. Így van. A Júdás leveléről fogunk beszélni. Tegnap volt egy áhítatunk este felé ott a parton. We're going to talk about the epistle of Jude. Yesterday we had a devotional at the shore. És szokatlan módon ezt most ismételni fogom. And in an unusual way I'm gonna repeat it. De mielőtt belevágunk, but before we start, csak szeretném ezt mondani. I'd like to say this. Amikor halljuk az üzenetet, when we hear the message, akár Saulusét, akár Luisét, akár az enyémet, okay, akkor van egy dolog, amire vigyáznunk kell a szívünkkel. There is one thing we have to be careful with in our hearts. János 6:60-ban azt mondták Jézusnak az emberek. In John 6:60, people told Jesus, hogy kemény beszéd ez. This is a hard saying. Ki hallgathatja who ezt? Can hear it. És elfordultak tőle. And they turned away from him. Én mikor hallom az üzenetet, when I hear the message, ha az üzenet Istentől van, if the message is from God, akkor lesznek dolgok, then there will be things, amik egyenesen a szívemhez hatolnak, right, és elbánnak bizonyos dolgokkal, amit ember nem érinthet, de Isten hozzányúl. But God touches those okay things. Mit fogok akkor válaszolni erre? What will my response be to this? És csak két válasz van. And there are only two. Az egyik az a János 6:60, a másik az 6:68. One is John 6:60 and the other one is I think 6:68. Az egyik az, hogy kemény beszédek ezek, ki hallgathatja és elmennek. Can hear it and then they leave. A másik. And the other one. Én se akarom hallgatni, de hova mehetnék ahhoz, hogy örök élet beszédeit halljam? I don't want to listen to it either, but where could I go to hear the words of eternal life? Nem szeretem, amikor kihívnak feltétlen. I don't necessarily like when I'm challenged. De but ezek az örök élet beszédei. These are the words of eternal és hallanom kell téged, Jézus. And I have to hear you, Jesus. Okay, mit mondok? What am I saying? Amikor hallgatjuk az üzenetet, when we listen to the message, akkor ne természetileg hallgassuk. Then let's not listen to it in a natural way. Ne természetileg vegyük le, let's not take it in a natural, hanem a szellemben, way, but in the spirit, a másik módon. In the other way. Ez nagyon jelentős. It's very significant. Mert ha természetileg veszem le, because if I take it naturally, akkor megbántódom rajta, then I will be offended at it, akkor kárhoztatni fog, it's gonna condemn me, akkor félelemre vezet, then it's gonna lead me to be akkor afraid. Akkor valami vallásos cselekedetről fog szólni a szívemnek. Then it's going to be about some religious work to my heart. És bajban leszek. And I'm gonna be in trouble. És nem akarom hallani. And I won't want to hear it. De ha a szellemben hallok. But if I hear in the spirit, akkor egy másik történet. That's a different story. Ezek az örök élet beszédei. Those are the words of eternal life. Bárki állít, bárki prédikál. And anybody stands igazán up here, anybody ez a szívünknek a hozzáállása, hogy Urunk, szólj hozzánk. Úgyhogy imádkozni fogunk még egyszer. So we are going to pray one more time. Tegnap valakitől kaptam egy üzenetet, hogy imádkozzunk valamiért. Yesterday I received a message from someone to pray for something. Aztán később, egy pár óra múlva azt írta, hogy lehet, hogy rákapok ezekre az imakérésekre, mert volt válasz rá. Said that maybe I will start having this prayer request because it was answered. És az imáinkban hatalom van. And there is power in our prayer. Ezért is bátorítalak és kérlek, that's why I encourage you, hogy imádkozzunk minden nap a kaposvári konfiért, minden részéért, egymásért, azért, hogy az ellenség ne tudjon megállítani egyikünket sem, attól, hogy ott legyünk, hogy elfogadjunk. Okay. Csináljuk ezt, hogy csak imádkozzunk együtt, amin azt értem, hogy kérdezz meg valakit, hogy imádkozhatok érted valamiben. You could pray for them in something. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, maybe az yes, ő dolga. Not,
te is megoszthatsz egy imakérést, de imádkozzunk az üzenetért. Úgyhogy csak fordulj oda valakihez, kérdezd meg, csak csináljuk ezt egy percet, jó? Aztán belevágunk az üzenetbe. Amen. Okay. Tudom, hogy ez nehéz abba hagyni. Oké, olvassunk el egy verset Júdásból akkor. Ha szükséged van rá, hogy egy kicsit mozogj, akkor állj föl, és olvasd úgy, ha nem, maradhatsz ülve is. De nyugodtan állj föl velem, ha attól félsz, hogy elalszol itt a melegben. Akkor rájj föl és olvasd velem úgy, oké? Olvassuk a harmadik verset. So let's read verse 3. Nézzük. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségről. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, szükségesnek tartottam buzdítóan írni. It was needful for me to write unto you and exhort you, hogy tusakodjatok a hitért, that you should earnestly contend for the faith, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott, which was once delivered unto the saints. Nézzük csak Júdás. Right, let's see. Jude. Ha Júdás levelét nézzük, if we look at the episode, és annak mi a lényege, Jude, and what mi a szíve, the actions, mi az, amit Júdás mondani próbál nekünk, vagyis Jude was trying to say to us. A vicc benne az, hogy Júdás a közös üdvösségről akart írni. The joke is that he wanted to write about common salvation. De a Szent Szellemnek valami másról volt mondandója. The Holy Spirit had something else to say. És az ő mondandója a Szent Szellem, és ezt mondja itt Júdás. And this is what Judas says here. Hogy igazából a Szent Szellemnek volt egy mondandója. Holy Spirit had something to say. És úgy fogalmaz, and the way he puts it hogy egy teher lett rám téve. That there was a burden placed on me. Hogy rám lett téve egy teher. That a burden was placed on me. A Szent Szellem által. By the Holy Spirit. A szükségnek a terhe. The burden of hogy muszáj volt írnom erről. Olyan mintha kitekerném valakinek a kezét. I twisted somebody's arm, és nincs választása, hogy and mit csinál. They have no other choice. És azt kell csinálnia. És azt kell csinálnia. Ilyen, amit Júdás ír. That's what Jude azt mondja. Writing. Muszáj volt erről írnom nektek. Ez nagyon fontos. It's very important. Hogy a gyülekezet az ő idejében hitehagyás volt a gyülekezetben. Okay, volt egy bejöttek eretnekek. Heretics came in. Ilyen testi bajkeverők. These carnal people who would just cause trouble. És mindenféle ostobaságokat tanítottak. And they taught all kinds of stupid things. És Júdás azt mondja nekünk, and Judas tells us, hogy a Szent Szellem kényszerített engem, that the Holy Spirit forced me, hogy írjak nektek, to write to you, hogy beszéljek nektek erről, to talk to you about hogy harcolnotok kell a hitért. That you have to fight for the faith. Miért? Why? Azért, mert ez egyszer s mindenkorra adatott a hívőknek. Egyszer s mindenkorra lett adva a szenteknek. Okay, hányan vagyunk hívők Jézus Krisztusban? Okay, csak egyféle hit. Okay, csak egy. Jézus Krisztus, ő az Isten, ő az üdvözítő. Ha megnézed az utolsó verset, az egyetlen Isten, a mi üdvözítőnk, our Savior, a mi Urunk Jézus Krisztus, our Lord Jesus Christ, fenség, erő, hatalom. And then, glory and power and strength. Okay, ez ő. Majesty, ez Jézus Krisztus. Ez a mi Istenünk. Jesus Christ, okay, csak egy God, evangélium létezik. There is only one gospel, és nincs új evangélium. There is no nincs new változás gospel, benne. There is no change in it. Nincs módosul, nincs B-terv, nincsenek no B, kiegészítő új kijelentések. There are no additional revelations. Okay, amikor
amikor nézzük az egyház történelmet, history, akkor látjuk ezt. Jönnek mindenféle gondolatok, all kinds of és jönnek mindenféle hazugságok, and all kinds of lies, mert Sátán, ha lehet, Satan, if it's possible, akkor szeretné eltéveíteni még a kiválasztottakat is. Make even the chosen ones to err. Szeretné őket is kilökni a bizonyosságukból. He wants to cast them out of their security. Pedig, and conviction. Hogy mondja? Though, how does it say here? A hit, faith, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott. That was once okay. And for all delivered unto the egyszer saints, mindenkorra. Once and for all. Okay, ez csak egy evangélium van. There is only one gospel. Csak ez az új szövetség van. There is only okay. This New Testament. Ezt adta nekünk Isten. This is what God gave és, to us. És ez az, amiben új, friss, mély dolgokat találunk, igen. And this is very fine, new, fresh things. De yes. Nem megyünk kívülre. But we won't azért, hogy új, friss dolgokat találjunk. To look for okay. New and fresh things. És Judás azt írja, and Judas writes, figyelj, that listen, ha ez ilyen, if it's so, hogy ez egyszer s mindenkorra neked lett adva, it was given to you once and for onnantól, all, hogy megtértél, from you getting saved, egészen az örökké valóságon keresztül, throughout eternity, még mindig ugyanez lesz. It's still gonna be the same az, ami megtart téged. That's gonna keep you. Az örökké valóságon keresztül. Ez lesz az, ami elég eternity, lesz neked. That's gonna be enough for you. Akkor megéri ezért so it's worth tusakodni. To contend meg, for it. Megéri ezért. It's worth megéri ezért. To harcolni. Fight for it. Kicsit nehéz. Okay. Okay. Megéri ezért. So it's worth megéri ezért harcolni. It's worth to hogy sajnos Madi lement, őt akartam választani. Unfortunately, Madi went down. I wanted to fight with him. Kár, hogy nincs itt Fefe. It's a pity Fefe is not here. Kis bátrabb lettem volna. I would have been more bold. Okay. De harcolni. To fight. Figyelj, ez az, ami annyira, ennek a levélnek ez a lényege. What the essence of this epistle is, hogy figyelj, testvérem, listen, my brother, tudod-e azt a szívedben, do you know in your heart, hogyha ragaszkodni akarsz a hithez, that if you want to cling unto faith, a Krisztus hitéhez, unto the faith of Christ, akkor lesz egy harc az életedben, then there's gonna be a fight in your life, akkor lesz egy csata, and there's gonna be lesz a battle, egy küzdelem, a struggle, és lehet, hogy annyira esélytelennek fog tűnni, mint... Maybe it's gonna seem so one-sided, like annyira reménytelennek fog so tűnni, hopeless, mint a Józsinak velem harcolni. Like Józsi fighting against me. Már a Józsi számára, I ugye, mean, mennyire Józsi, esélytelen. He has absolutely no chance. De hogy lehet, hogy ennyire esélytelennek fog látszani. It might seem so hopeless. De ne. But ne törődj ezzel. Ez nem érdekes. This. It's not interesting. Tudod, mi az érdekes? Do you know what's interesting? Az, hogy kaptunk egy hitet. It's that we receive the faith egyszer s mindenkorra. Once and for all. És ez nekünk lett adva. And it was given to és ez drága. And it's precious. Ez értékes. It's valuable. Az egész levél, the whole episode, megnézed, tele van nagyon rossz példákkal. If you look at it, it's full of very bad examples. Bukott angyalok, fallen angels, Szodoma és Gomorra, Sodom and Gomorra, mindenféle tekintélynek neki menő ostoba emberek. Foolish people going against all kinds of authority. Cain, Balaam. Cain, Balaam. Kore. Kora. És mindenféle meg nem nevezett probléma. Bajkeverő. All kinds of people making trouble. Okay. És mi az, ami összeköti mindezeket? And what is it that connects these all together? Mi az összekötő szál? What's mi az, amiben ugyanolyanok, mindnyájan? What is it that they are all the same in? És a válasz az, hogy mindannyian they are all, azt képzelték, they all imagined, hogy megvan a joguk that they have the right, neki támadni valaminek, neki menni valaminek, ami túl drága ahhoz, hogy neki menjünk. To attack something, to go against something that is too precious to go against. Úgy értem, mindannyian, I mean, úgy érezték, they all felt, hogy nekik joguk van, that they had the right, neki menni to attack it, bárminek. Anything. Úgy értem, gondolj bele, I mean, angyalokról beszél. He speaks about angels, angyalok, angels, akik látták Isten dicsőségét, who saw the glory of akik Isten jelenlétébe lettek teremtve, who were created in the presence of nem God, úgy születtek, mint mi, hogy csak ezt láttuk. And they weren't born like us, that
hanem beleleptek teremtve Isten jelenlétébe. Látták az ő dicsőségét, az ő valóságát, szentségét, jóságát, az igazságát, és nemet mondtak rá. Úgy érezték, hogy Istennek neki lehet menni, Isten jelenlétének. They can go against the presence of God. Szodoma és Gomorra. Sodom and Gomorra. Úgy érezték. They felt. Nekik joguk van. That they have the right. Az egész helytelen szexualitásuk, meg minden dzsuva, amit csináltak. Nekik joguk van. To do all that dirty sexuality and everything, all the mess that they were doing. They felt they had the right to do it. Cain úgy érezte, felt, hogy leköpheti az áldozatot, amit Isten rendelt. That he can spit on the sacrifice that God ordained. És úgy érezte, hogy neki mehet a testvérének, hogy ellene mehet az emberi élet szentségének. He can go against the holiness of human life. Úgy érezte, hogy neki megvan ez a joga. He felt he had the right to do so. Bálám úgy gondolta, hogy neki joga van Izraelnek neki menni, mert neki kell az a profit, amit ez hoz. És úgy érezte, hogy joga van rá. És megtette. És aztán le is aratta az eredményeit. Kóré úgy érezte, hogy neki mehet Mózesnek. És mi az, amit találtak ezek? What was it that all these found? Az angyalok, these angels, azt találták, found, hogy Isten szentsége, that the dicsősége, God, his glory, hatalma, his power, személye, his person, az túl nagy, is too great, túl nagy ahhoz, too great, túl értékes, túl too drága precious, ahhoz, too valuable, hogy bárki neki menjen. For anybody to go against azt találta Bálám, Balaam found, hogy Izrael túl drága Istennek, was too precious to God, hogy ő neki mehessen. He cannot just go against Kóré, Korah, hogy Mózes, found that ő Moses Isten embere volt Izrael számára, was the man of God for Israel, és hogy ő túl drága, and that he was too nem azért, precious, mert tökéletes not volt, because he was perfect, vagy mondjuk Izrael, térjünk vissza egy lépéssel. Let's go back. We take a step backwards and Israel. Bálámnak igaza volt. Balaam was right. Izraelben volt gyengeség. There was weakness. Volt hajlandóság. There was an inclination. Bűnre. To sin. És igaza volt, Izrael nem volt tökéletes. And yet he was right. Israel wasn't perfect. De Izrael drága volt Istennek. But Israel was precious to God. Ugyanúgy, ahogy te is. The same drága way you vagy Istennek. Are also precious, hogy a gyülekezet drága Istennek. And the church is precious to him. Ahogy a lelkek drágák and Istennek. Souls are precious, ahogy az ő igéje drága as Istennek. His word is precious to God. És ezek a dolgok annyira nagyok, are so great, hogy mernénk ellene támadni. How would we dare to go against them? Azt látjuk Júdás levelében, in the epistle to hogy a Szent Szellem erről beszél nekünk. That this is what the Holy Spirit tusakodjatok to a hitért. About this content earnestly. Tusakodjatok a hitért. The faith. Ep agonizomai, az agónia szót mindannyian megismerjük ebben a görögben. Hogy egy életre halálra menő küzdelem valamiért. Miért harcolnék életre halálra bármiért? Why would I fight for death or life for anything? A válasz az, is, hogy Attila szerintem harcolna az Zoéért, életre halálra a kislányáért, Zoe, vagy a fiáért, vagy a feleségéért. For his son or for miért? His wife, azért, mert nagy értéke why? Van a szívében. They have a great value in his heart. A házastársam. My spouse. Okay, ez az, amire szükségem van. That's what I need. Az érték a szívemben. Value in my heart. Az, hogy mennyire nagyra tartom. How much I appreciate. És mennyire jelentős. And how significant az én számomra. Is for me. Okay. Vannak hangok. There are voices. Mindig. A gyülekezet körül, belül is lehet, church, a hívők körül mindenképpen, church, még sure, lehet, hogy a szívedben is, heart, amelyik neki menne a drágának, precious, ami neki támadna annak, ami értékes,
attack that which is valuable. Ami lekicsinyelné azt. That would belittle it. És a Júdás levele erről szól. And the epistle to Figyelj, of Jude is about lásd this. Meg, hogy ami drága, az drága. És vedd precious, drágának a szívedben. Értékeld. Tartsd gyönyörűnek. A hit, amit kaptál. Jézus Krisztus. És aztán sok mindent mond még. And then he says a lot of other things. Beszél a hitről, beszél faith, a szeretetről, love, beszél a Szent Szellemről, about the Holy Spirit, beszél a reménységünkről, about our hope. És arról szól, and he says, hogy harcolj azért, hogy ezek ne csúszanak el. Fight for these things not to slip away. Kétféle módon lehet kivenni a pénzt a zsebemből. Because there are two ways to take money out of my pocket. Az egyik az az, hogy az ember odajön. One is that the person comes up to me. Leüt engem, aztán kiveszi a zsebemből. Knocks me out and then takes it from my pocket. Okay, a másik. The other way. Az ember mögém áll a metrón. The man stands behind me on the subway. És amikor bemegyek a boltba, akkor nem tudok fizetni. And then when I go to the store, I'm not able to pay. És Júdás mind a kettőről beszél. And Judas speaks about Azt mondja nekünk, figyelj, he tells us, listen, legyen eszed, legyél héber. Just be sober. Lesz, ami megpróbálja elvenni tőled a hitet, amit kaptunk. Ami megpróbálja, ha nem is nyilvánvalóan neki megy. Maybe it's not gonna go against it in a clear and a visible way. Lehet, hogy nem olyan, mint egy vaddisznó, amit neked rohan, like tudod. You, hanem olyan, mint egy zsebtolvaj, like amelyik kicsenné a zsebedből. Who would try to steal a hang, amelyik azt pocket, mondja, the voice that says, tudod, ez nem olyan fontos. It's not so important, you know. Tudod, ezt olvassák. Olvassa ezt a, tudod, ezt olvassa a pásztor eleget. The pastor reads this enough. Minek neked is olvasni? Why would you also read it? És megtörténhet, and it can happen, hogy el van véve tőlünk that it's taken az, ami drága, us, that which is precious, esetleg anélkül, hogy észrevenném. Maybe even without us Isten ments. Júdás a nyelv által megengedett, legerősebb kifejezésekkel beszél ennek a támadásnak a komolyságáról. Speaks about the severeness of this attack with words that are the most, like the hardest that can express this. Úgy értem, arról beszél, I mean, hogy milyenek ezek az emberek. He says, azt mondja, when he talks about what these people are like, kétszer says, meghalt, twice dead, gyümölcstelen, fruitless, gyökerestül kiszaggatott fák, trees that were plugged out by their roots, tenger habjai, amik a szégyenüket hányják fel, or the foam of the sea which just wells up their shame. Olyan erős kifejezéseket használ, esőtlen fellegek, clouds without rain, nagyon erősen, very strong, azt mondja nekünk, way he tells us, figyelj, listen, vedd komolyan, just take it seriously. Vannak, akik gonoszságból teszik, there are those who do it out of wickedness. Szeretnék lerombolni azt, ami drága, they would like to tear down that which is precious. Mert valahogy az ellenség motiválja őket erre, because they are motivated by the enemy in some way. És aztán vannak, akik vakságból teszik, and then there are those who do it out of blindness. Mint az a testvér, akit tegnap emlegettem, like that brother that I mentioned yesterday. Arról beszélt velem, once he talked to me, hogy miért kell mindig kinyitni a Bibliát, ha összejövünk. And he asked, like, why do we always have to open the Bible when we gather together? Milyen törvény ez? What law is this? Mi a bajotok nektek? What's the matter with you guys? Törvénykezőek vagytok. You're legalistic. Miért kell mindig a Bibliáról beszélni? Why do you always have to talk about és, the Bible? És úgy hiszem, hogy ez vakság volt a részéről. And I believe that was blindness on his part. De a lényege ez volt a mondandójának. But that was the main thing. Csukjuk be a könyvet. Csukjuk be a könyvet. Let's close the book. És nem kell kinyitni a könyvet. And we don't have to open it. Nem kell hallanunk belőle. We don't have to hear from nem it. Kell együtt gondolkodnunk róla. We don't have to think together about it. Egyszer mondott nekem egy bizonyságot.
once he shared the testimony. Azt mondta, összejöttünk hívők, együtt voltunk 20-30-an, nem emlékszem a számra, és annyira nagyszerű volt, és nem beszéltünk a Bibliáról, és akarta, hogy tudjam, hogy ez milyen nagyszerű volt emiatt. Oké, rendben. Mi a bajom ezzel? Van szabadságot, hogy ne nyisd ki a Bibliádat? Persze, hogy van. Persze, hogy van. Ez a te életed. De ha azt mondod nekem, hogy ne nyissuk ki a Bibliánkat, akkor azt felelem, bocsi. Bocsi. Sorry. Ez része a hitemnek. It's part of my faith. És nekem ez értékes. And it's valuable. Nekem ez drága. It's precious. Nekem ez jelentős. It's significant to ezt senki nem fogja elvenni tőlem. Nobody's going to take it away from és, me. És szeretlek téged. And I love you. De ettől még still, ez drága nekem. It's precious to me. Úgy értem olyan, mint... Nem, I mean, it's like, okay, mondjuk Jézus. Like Jesus, let's say. Okay, tehát Isten... God drágává tette nekünk Jézust, igaz? Made Jesus precious Amen. To us or for us. És Amen. akkor hiheti valaki, hogy Jézus nem jelent semmit? Can somebody believe that Jesus doesn't mean anything? Persze. Of course. Persze, hogy hiheti, szabad of rá. They are free to do lehet, so. Lehetek a barátja ennek ellenére? Can I still Igen. be friends Igen. to them? Szerethetem őt. Yes, I can love Persze, that person, nyilván. Of course, obviously. De ugyanakkor, but at the same time, ha azt mondja nekem, if he tells me, hogy hát Jézus egy jó tanító well, volt, Jesus was Jézus a teacher, egy proféta volt, prophet, akkor a válaszom az, then my answer nem. Is, nem, ő az én megváltom. Ő az én uram. Ő az én szerelmesem. Ő az én legjobb barátom. Ő az én Istenem. Ki velem van minden nap. Ez az én válaszom. Nem azért, mert ő ne lenne szabad, azt higgyen, amit akar. Mindenki választhatja a poklot nyugodtan. Nem örülök neki, de megteheti. De hogyha azt mondja nekem, hogy ez az igazság, akkor azt felelem, hogy nem. Állj! Erről beszél. This is what he speaks azt mondja about. Nekünk, he tells us, figyelj, vannak, amik listen, drágábbak, there are things amik túl drágák, precious. Things that are too ahhoz, hogy hagyjuk őket kicsúszni a zsebünkből, vagy egy tolvaj, vagy egy nekünk támadó ellenség által. Amen. Vannak, amik túl drágák. Kérdezz már meg valakit körül, mik azok a túl drága dolgok szerinted, amiről beszél? Kérdezzünk meg valaki mást. Okay. Néhány dolog. Isten igéje. The word of God. Isten igéje. The word of God. Figyelj, én csak 28 éve vagyok hívő. And I've been only a believer for 28 years. De ez alatt, az idő alatt, but during this time, a támadások százaival találkoztam. I encountered hundreds of attacks. Amik arról szóltak, hogy ez nem Isten beszéde. That word, hogy ez nem tévedhetetlen. It's not the word of God. Hogy ez nem egészséges. Hogy ez nem healthy, tiszta, hogy ez nem elfogadható. Isten igéje. A hitünk, our faith, a hitünk, our faith, a hited, your faith, lesznek támadások ellene. There will be attacks az drága dolog, úgyhogy lesznek támadások precious, ellene. So it's gonna be attacks. A Szent Szellem, Spirit, a betöltése az életedben. The filling of the Holy Spirit minden in bűn, every sin, minden bukás az életünkben, az egy támadás. Is an attack. A Szent Szellemnek a szolgálata ellen az életünkben. Az elhívásod. Mindig lesznek támadások ellene. Hadd mondjak még egyet. A szentek közössége. Erre szükségünk van. 119. Zsoltár. 74, 79.
Szükségem van erre. Azok, akik szeretik a te igédet, ők mi összegyűlünk, mi együtt vagyunk. Lesz támadás az ellen. Látni fogod. Lesznek hangok, ahogy azt hiszem, talán te mondtad, hogy minden alkalommal, amikor jövök a gyülekezetbe, akkor ott a régi bűnös természet, mi minek? Minek mész oda? Minek mész oda? És tényleg, lelkek. Lelkek. Értékesek-e a lelkek? Elveszett emberek, akik Krisztus nélkül élnek ebben a világban, akiknek nincs meg ez a reményük, ami nekünk megvan. Értékesek ők? Oké, biztos még mondhatnánk sokat. Józsi említette az időnk. Mivel töltjük el az időnket? Lesz egy támadás az időd ellen, hogy valami haszontalannal törst, valami jelentéktelennel. Hogy az ellenség kiszorítsa az életedből azt, ami drága. Okay. Ez igazán az üzenet. Ez a Júdás üzenete. Hogy harcolj, hogy állj fel, és mondd azt, nem köszönöm. Tudom, hogy politikailag korrekt ezt mondani. Az elején említettem, János 6:60-ban a kemény beszédeket, amiket Jézus mondott. És hadd kérdezzem ezt mindannyiunktól. Nem kárhoztatni akarlak, hanem a szívünkben ez a kérdés, hogy hallható az a hang, Jézus hangja ebben a világban? Adunk neki hangot? Beszélünk róla? Van ez a hang a világunkban? Beszélünk róla? Gondolj bele! Arra gondolok. Úgy tudom, minden negyedik muzulmán ember, aki megtér Krisztushoz, Okay, tehát négyből egy. So one out of four. Tudod, hogy tér meg? Do you know how they get saved? Valamilyen álmon, látomáson, a Szent Szellemnek a direkt szolgálatán, közvetlen szolgálatán keresztül. Úgyhogy Isten egyenesen szól hozzá személyesen, nem egy hívőn keresztül, nem egy látás, egy álom. Négyből egy. One out of four. Miért? Why? Azért, mert nincs körülötte senki, aki elmondja neki. Because there are no people. Nincs, aki beszéljen neki erről. Nincs bizonyság. És Isten szeretné, ha lenne üdvösségük. And God wants them to have salvation. De itt a kérdés. But the question is this. Nem annyira a szaudarábiaiakra gondolok per pillanat. I'm not really thinking about Saudi Arabians. Hanem a szomszédjainkra. But our neighbors. A szomszédjainkra. Úgy értem, ez a kérdés, hogy a szomszédomnak szüksége van egy álomra Istentől, vagy egy látomásra, hogy halljunk Krisztusról? Okay. From God to hear about Christ. És ez az, amiről beszélünk. Hogy küzdeni a hitért. Hogy egy hangot felemelni. To lift up our voice. A Lukás 19:40-ben Jézus azt mondta, Jesus said, ha ezek nem mondják, hogy Hozsánna, they won't say Hosanna, akkor majd a kövek kiabálják. Then the rocks will cry out. És nekem ez a négyből egy. And for me, this one out of four, ez olyan, mint amikor a kövek kiabálnak, mert nincs ott senki, aki kiabáljon. Figyelj, neked meg nekem. Listen, for you lehet and egy hangunk. We can have a voice. És az embereknek valahol hallaniuk kell. And people somewhere have to hear, amint valaki azt mondja nekik. Somebody telling them, egy a 10 barátjából azt mondja nekik. Out of their 10 friends tells them, nem, ne hagyd el a házastársad. No, don't leave your spouse. A házasság értékes. Marriage is valuable. Nem, ne abortáld el azt a gyereket. Don't abort that child. Az a gyerek. That child. Az értékes. Is valuable. Okay, nem, azt mondja valaki. Somebody says, nem. No. Ne gyűlöld. Don't hate. Azért, mert más a bőrszíne.
person because they have a different bird color. Skin. hogy nem, ne gyűlöld azért. Or és figyelj. Don't hate that person because of that. És figyelj. And listen. Aztán beszélhetünk Krisztusról, amen. We can talk about miért gondolod, Christ. Hogy a házasságom értékes? Like, miért gondolod, hogy nem kéne öngyilkosnak lennem? Miért gondolod? Hogy miért gondolod, hogy nem kéne elabortáltatnom azt a gyereket? Miért gondolod, hogy ne gyűlöljem őt? Azért, mert képes a dózsának szurkolni. A más képes a franciáknak szurkolni, és nem a horvátoknak. Miért ne gyűlöljem őt? Mondd meg nekem. Figyelj! Csak így lesz hangunk. Listen, that's the only az embereknek szükségük van rá, hogy mi harcoljunk. Oké, okay, a harc, csak nagyon röviden befejezésként hadd mondjam el. Oké, okay, olvassuk el ezt az egy-két verset itt. A 20. verstől. From verse 20. Ti pedig szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Itt négy dologról beszél, ahogy én számoltam. As I counted, he speaks about four things. Fölépítve magatokat a hitetekben, building yourselves up in your faith, ami azt jelenti, hogy haladok valamerre a hitemben, meaning, I'm going tartok valahová, I'm heading somewhere in keresem my faith. Istennel a következő lépést. I'm looking for the next step with God. Nem lépek vissza, I'm not taking a step nem mondom, hogy oké, okay, sátán, vedd át ezt a területet, mégiscsak inkább hagyom neked. Se nem egy helyben állok, és azt remélem, hogy semmi rossz nem fog történni, not just standing still, hoping that nothing hanem azt bad mondom, Uram, happen, but I say, Lord, van egy következő hitbeli döntés a számomra? Is there another van egy decision of faith for következő me? Lépés? Is there another step? És aztán növekedvén. And then growing. Figyelj, amikor arról beszélünk, listen, hogy tusakodva a hitért, contending for the faith, akkor ez az első, legnagyobb és legfontosabb győzelem. First, the greatest and most important victory, hogy a te szívedben mi történik. What's happening in your hogy az én heart, szívemben nem csúszom meg. That in my heart I don't slip. Okay, azt mondjam, építvén a hitben. Building yourselves up in aztán faith, imádkozva a Szent Szellemben. Praying in the Holy Spirit, az ima, prayer, az a kulcsa annak, hogy ragaszkodjunk a Szent Szellem betöltéséhez. For us to hold fast and to the annyira jelentős of the Holy az életünkben. It's so significant okay. In our life. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, megtartva God, szeretetben. Keeping yourselves in love. Szeretetben. Love. Ó, amikor valaki valami when somebody baromságot kezd el beszélni. Starts saying something stupid. Neki megy valami drágának. Goes against something precious. Megtámadja, nem tudom, az Isten gyülekezetét. Vagy a testvéreimet, or my brethren, vagy a közösségünket, vagy a szolgálatot, or the ministry, mondjuk szolgálsz valamivel, és aztán valaki beszól neked, és azt hedd valami nagy vagy, hogy te ebben szolgálsz, tudod? A világ legkönnyebb dolga, visszavágni. Is to react, to fight visszavágni, back, igaz? Fight back. És azt mondja nekünk, and he says to us, tartsátok meg magatokat keep Isten szeretetében. In the love of God. Mondd a melletted ülőnek. Say it to the person next tartsd to you. Meg magad keep Isten szeretet. In the love of God. Ez egy nehéz dolog, nem? Oh, ez egy nehéz dolog, it's tudod. Oké, okay, de ez, oké. Okay. Hitben növekedés, growing in faith, imádkozva a Szent Szellemben, praying in the Holy Spirit, megtartva a szeretetben, keeping ourselves in love, és aztán and then, várván, waiting, vágyván, desiring, a reménységről beszél. And he speaks about a szívem nem lesz egészséges, ha nincs reménységem. My heart's not gonna be healthy if I don't de have nekünk a hope, van egy reménységünk. But we do have a hope. Igen, a fogam romlik. Yes, my tooth is decaying. Általában egyre rosszabb a fizikai állapotom. And my physical condition is
just verse bár and verse. A gerincem az mostanság sokkal jobb lett. Though my spine is de, much better than it de, used tudod, to be. De van egy reménységem. But I have a Krisztus. Hope. Megszabadít minket a halálnak ebből a testéből egy nap, minden problémámból egy nap, és ez biztos, meg van ígérve nekünk, és szüksége van a szívemnek a reménységre, és amikor ott vagyunk ebben a helyzetben, jön egy ember, aki próbál lejáratni valamit előttem, ami drága, hogy hogyan állok hozzá? What's my attitude? 22-23, nem olvassuk el. Verses 22-23. Figyelj, lehet, hogy tudja, mit csinál. Maybe lehet, they know what they are doing. Maybe they are evil. De nekem nem ez a hozzáállásom. But that's not my attitude. Hanem Lukács 23-34. But in Luke 23-34. És figyelj, hogyha a szívemben megharcoltam ezt a csatát, if I fought that battle in my heart, ha a Szent Szellemben vagyok, if I ha a hitben növekszem, Spirit, if I grow in ha faith, Isten szeretetében vagyok, if I am in ha reménység God, van a szívemben, if there is hope in my heart, akkor nem kell then I don't have to így bánnom a másik emberrel. Treat the other person like nem, this. Nem kell itt győznöm, mert I már győztem. Figyelj, nem veszed el tőlem ezt a reményt, ezt a hitet, ezt az örömet, ezt a közösséget, ezt a jövőt. Nem veszed el tőlem. De ne csináld ezt. But don't do it. És ha tovább csinálod, and if you keep doing akkor it, nem lehetek veled közösségben. Then I cannot be in fellowship ez van, with you. Nem tudok mit tenni is. Vele. I cannot do anything akár gonosz, it. Akár vakság. Whether it's evil or it's out of blindness, ha elmondom neked, if I tell you, figyelj, ne csináld ezt, testvérem, don't do that, és nem hallgatsz sister, rá, and you don't listen to it, akkor én nem leszek ott, ahol te vagy. I won't be where you még are, ha hívő is vagy. Even if you are a believer, nem leszek veled közösségben. I won't be in fellowship with nem you. Lehet. It's impossible. Mit csináljak? What would I do? Lehet, what hogy nem I do? Tudod, mit csinálsz. Maybe you don't know what you're doing, de én tudom. But I do. Nekem ez drága. And for me it's precious. És ragaszkodni fogok hozzá. And I'm gonna hold on to it. És nem is kérdés. And it's no question. És igazán ez. And actually, szolgálni ezek az emberek felé. Ministering to these people. Kétféle szolgálat van. There are two kinds of ministry. Tegyük föl, let's suppose, hogy a testvérem valamiben that my brother bűnben él. Lives in some okay. kind of sin. Kétféle szolgálatom lehet felé. I can have two kinds of ministry towards him. Az egyik, one. Hey, ott van a szemedben az a szálka. Hey, that speck is in your eye. Mondom én, miközben ugye lóg a telefonpózna. Saying while that long pole is in mine. Ugye Máté 7:3. Matthew 7:3. Igen, a farizeus. Yes, the Pharisee. Oda jövök a testvéremhez. I come to látom, my brother, hogy bűn van az életében. I see there is sin in his life. Hálás vagyok, Uram, hogy nem vagyok ilyen, mint ő. Oh Lord, I'm so thankful that I'm not like him. Ups, ezt hangosan mondtam. Isten áldjon testvérem. I'm sorry, I said it out loud. God bless you, my brother. Lukács 18:11. Luke 18:11. A farizeus az adószedővel. The Pharisee with the tax collector. De van egy másik fajta szolgálat. But there is another kind of ministry. Galácia 6, azt hiszem 2. Galatians 6, I believe. Ahol azt mondom a testvéremnek. Where I say to my brother. Figyelj, látom, hogy bajban vagy. I see you're in trouble. Nem tudom felvállalni az életed döntése. I don't make nem tudok the átvállalni tőled minden következményt. In your life, I cannot take over all the consequences. De but szeretném hordozni a terhedet. I would like to carry your burden. Szeretném hordozni a terhedet. I would like to carry your burden. Hadd legyek veled ebben, hadd imádkozzam veled. Let me be with you in this. Let me pray with you. Testvérek vagyunk. We are brothers. Szeretném látni, hogy megszabadulsz. I want to see that you are delivered. Imádkozni fogok veled. I'm gonna pray with you. Beszéljünk róla. Let's talk about it. Bátorítani foglak. I'm gonna encourage you. Közösségben leszünk. And we are going to be és az segíteni fog neked, hogy ne ebben élj. Not to live in this. Ez a kétféle szolgálat létezik. Two kinds of ministries that és exist. Tippeld meg, hogy melyikre hív Isten. And guess which one God is calling us to. Ha véletlenül úgy gondolod, hogy az elsőt, akkor csak if accidentally you think the first one just tévedsz. Okay. You're wrong. Okay. Senkit nem hívott el Isten rendőrnek a gyülekezetben. Nobody was called to be a policeman in the church. Még akkor se a rendőr esetleg. Even if that's his occupation. De ez a, ez a csodálatos, hogy lehet egy ilyen szolgálatunk. That we can have a ministry like de figyelj, that.
But listen. Ami drága, az drága. Whatever is precious. A testvérem drága. My sister is precious. Ami elválaszt. Whatever separates us. Az ellenem egy valami nagyon drágának. That goes against something very precious. És komolyan kell vennem. And I have to take it seriously. Ez az a levél. And that's the epistle. Aminek a végén Isten azt mondja nekünk. Bocsánat, aminek a végén a dicsőítés így hangzik. At the end of which the eulogy is like that. Doxology. Igen. Igen, az így hangzik. It's like that. Hogy az Isten, that God, aki képes téged megtartani, is able to keep you a bukást, a botlástól. From falling. Okay. Az Isten, God, aki képes megőrizni téged az üdvösségre. Able to keep you unto salvation. Hogy a Szent Szellem mondani akart valami nagyot a mi Istenünkről. Holy Spirit wanted to say something great about our God. Úgyhogy nem a világegyetem nagyságáról beszélt, meg a galaxisokról, meg a csillagokról, meg a... So he didn't speak about the immensity of the universe and about the galaxies and the stars. Hanem arról, hogy képes megtartani minket. But that he's able to keep us. Az üdvösségre. Unto salvation. Ez az ő nagy, ilyen nagy Istenünk van. This is how great a God we have. Azokat megteremteni. To create those, biztos nagy dolog volt. I'm sure it was a great thing. De az, hogy ő megőriz minket, but for him to keep us, az egy kicsit nagyobb. That's a bit bigger. Sokkal. Much bigger. Zsidók 7:25. Hebrews 7:25. Jézus imádkozik érted. Jesus és megtart prays téged. For you and he's able to keep you. Ez Júdás levele. And that's the epistle of Jude. Fogadd el a szívedben. Receive in your heart. Hogy fogadd el a szívedben. Hogy kell, hogy legyen egy csata. There has to be a battle. Kell, hogy legyen egy küzdelem. There has to be a struggle. Kell, hogy kimondjuk, hogy nem köszönöm. We have to say no, thank nem you. Olvadok be. I'm not gonna blend in. Nem köszönöm, nem leszek egy a tömegből. No thanks, I'm not gonna be just one person in the crowd. Nem köszönöm, nem leszek olyan, mint mindenki no más. Thanks, I'm not gonna be like everyone else. Nem köszönöm, nem fogom azt mondani, no amit thanks, a média súlykol. I'm not gonna say what the media is trying to teach me. Nem számít, hányszor ismétlik el. It doesn't matter how many times they repeat it. Ami drága, whatever is precious, az drága, is precious. És ragaszkodom hozzá. And I hold fast to it. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, ez a te gyülekezeted, this is your church, ez a te néped, this is your people, ezek a mi testvéreink. These are our brothers and sisters. De ha van itt valaki, but if there is anyone here, aki még nem ismeri Jézust, but doesn't know Jesus, akkor fordulj yet, hozzá a szívedben, then turn to him in your szólítsd heart, őt meg most. And call on him now. Most mondd azt neki. Now tell him. Ha hallod ezeket a szavakat, mondd azt neki. Tell him. Jézus. Jesus, én Istenem. My God. Hívlak téged. I call you. Ments meg engem. Please save me. Köszönöm, hogy a kereszten értem is fizettél. Thank you that you also paid for me on the cross. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Thank you that you died for me. Jézus, vágyom megismerni téged. Jesus, I desire to get to know you. Add nekem ezt a reményt, give me this hope, amiről ma hallottam. That I heard about today. Rád bízom magam. I trust myself to hiszek you. Benned. I believe in you. Tisztíts meg a bűneimtől. Cleanse me from my sin. Ments meg engem. Save me. Adj nekem új életet. Give me a new life. Jézus. Jesus. Gyere be. Come in és ments meg engem. And save me. Ha életedben először imádkoztál így, and if you prayed like this for the first time in akkor your kérlek, life, amint a gyülekezet még imádkozik, then please, as the church is still csak emeld fel a kezed, just raise your hand, hadd tudjam, hogy meghoztad ezt a döntést. Neten nézed, akkor küldj egy e-mailt, hadd örüljünk veled, de ha itt vagy, akkor emeld fel a kezed, hadd tudjam. Rendben. Atyánk, áldunk téged. Father, we bless you. Azért, hogy adtál nekünk egy biztos reménységet. For giving us a sure hope. Adtál nekünk egy áldott Szent Szellemet, aki nem hagy el minket. Giving us a blessed Holy Spirit who would never leave us. Kitöltötted a szeretetedet a szívünkbe ő általa. Poured out your love in our hearts through him. Hálásak vagyunk. We are thankful a hitért, amit egyszer s mindenkorra nekünk adtál. That you gave us once and for all. A dicsőség neked, Istenünk. Glory to you, God. Áldunk téged. We bless you. És kérünk téged, and we ask you, hogy a szívünkben that in our hearts, tartsd meg just keep ennek a valóságát, the reality of this, hogy kiálljunk azért, ami drága, that we would stand up for what is precious, hogy értékeljük, ami fontos, that we would value what is important, hogy ne engedjük senkinek, hogy kilopja
az életünkből. We wouldn't let anyone to steal it from our life. A hitet, a közösséget, to steal faith, a szentséget, a tisztaságot, and purity, a meggyőződéseinket, convictions, hogy egy ellenség that an enemy ne tudja valami támadással elvenni tőlünk wouldn't be able to take it away from us, az elhívásunkat, take our calling away, a meggyőződéseinket, our convictions, a szeretetünket. Our love. Áldunk téged, Istenünk. We bless you, God. Egyedül te vagy, aki meg tudsz tartani minket ebben a világban. Only you can keep us in this world. Tarts meg minket. Please keep us. Áldj meg minket. And bless us. Vezess minket. And lead us. Használj minket. And use us. Hadd legyünk a te hangod a világban. Let us be your voice in this world. Ah, vágyunk erre, Istenünk. We desire this, hogy a te szereteted hangja legyünk ebben a világban. That we would be the voice of your love in this a te életed hangja legyünk ebben a világban. The voice of your life in this world. A te jóságod hangja legyünk ebben a világban. A te valóságod, te szentséged, te igazságod hangja legyünk ebben a világban. Áldunk Istenünk. Jézus nevéért. Amen.